Az ötvösség speciális ágával foglalkozik a szexuális születésű cizellőr, ami a geszterédi aranyszabja rekonstruálásánál kulcsfontosságú volt. Emellett kísérleti régészettel is foglalkozik, aminek szintén nagy szerepe volt a munkák során, illetve a honfoglaláskor ihlette ékszerek készítésénél is. A részint voltak már hasonló szabjaim, tehát egész jó referenciákkal rendelkeztem. A kurultájra készítettünk két aranyzott szerelékes szabját még jó néhány évvel ezt megelőzően, illetve a geszterédi szabjának van néhány olyan aranyozott ezüst palmettás lemez töredéke, amelyeknek nekem sikerült meghatározni az egykori funkcióját, és hát ez is megerősítette azt, hogy én kapjak szerepet ebben a igen nemes feladatban. Geszterédi szabjának a története már ahogy előkerült is rendkívül érdekes, ugyanis 1927-ben disznók túrták ki, és egy 16 éves bojtárgyerek vette észre, hogy aranyfoga van a disznónak, hát az csak nem lehet, és a mai napig talált egyik leggazdagabb honfoglaláskori férfi sírunk így került elő. Mivel ilyen hányattatott körülmények közt került elő, ezért nagyon sok olyan eleme van a szabjának, amelyek vagy nem maradtak meg, vagy nem volt egyértelmű az egykori helyzetük. Ugye sírrajzot és sírfotót a feltárást égző sertések értelemszerűen nem végeztek, úgyhogy igazából utólag ezt a feladatot a régészeknek, illetve viszonylag nagy részt nekem kellett elvégezni, hogy rájöjjünk, hogy melyik töredék pontosan hova is tartozott. De nem csak kutatástörténeti szempontból érdekes, hanem ahogy mondtam is az imént, ez az eddig talált egyik leggazdagabb, eddig ismert honfoglaláskori férfi sír. Aranyszerelékes szabját a Kárpát-medencéből, a korszakból összesen hármat ismerünk, abból a kettő van díszítve, és azok közül is ez a szebb, tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a geszterédi szabja az eddig talált legjelentősebb honfoglaláskori fegyverkincsünk. A geszterédi szabja készítését tekintve én legalább akkora jelentőségét érzem az új kutatási eredményeknek, hogy melyik veret hol helyezkedett el, illetve rengeteg olyan kérdést meg kellett válaszolni ahhoz, hogy el tudjam készíteni, amit korábban senki nem tett még fel. Keresztmetszeti kérdések, szerkezeti kérdések, technikai fázissorrendek, és úgy gondolom, hogy ezek az eredmények mind-mind gazdagítják a régészettudományt, és segítenek a többi korból ismert hasonló tárgyat is értelmezni. Jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia friss ösztöndíjasaként a tarcali honfogláskori aranyzott ezüst szerelékes vezéri szabja rekonstrukcióján dolgozom, ami egyébként az egyik, hanem a legközelebbi testvérdarabja a geszterédi szabjának, és szerencsés módon számos olyan kutatási eredmény van, amit a geszterédi szabja kapcsán sikerült felfejteni, és most fel tudom használni, de gyakorlatilag az összes ilyen kísérleti régészeti projekt vagy rekonstrukciós munka során van egy elég komoly megelőző kutatási szakasz. A hagyományőrzés nálam egészen kisgyerekkoromból jött, 2 évesen már lómániás voltam, az óvodában már lovag vagy király vagy vadász szerettem volna lenni. Aztán jött 96, és a Honfoglalás című film beharangozója, megtetszett a Kell még egy szó című szám. Megnéztük a moziba édesapámmal a filmet, ő egyébként annak idején kacérkodott a gondolattal, hogy népvándorlás koros régész legyen. Én sokat kérdeztem, ő sokat válaszolt, a szakkönyvén gyarapodtak, és pont e falak közé, ilyen 8-10 évesen még épp hogy olvasni tudtam, már bejártam a múzeumi könyvtárba, illetve a történelmi íjászat volt, ami miatt ezt a tudást gyarapítottam, és aztán így lettem végül, jó néhány vargabetűn keresztül, az országban utoljára hivatalos végzettséget szerző cizellőr. Ugye az ötvösségnek kifejezetten az az ága, ahogy a tarsolylemezek, szabjaveretek, hajfonat, korongok készültek. Kiállításban lehetőséget kaptam arra, hogy ha már itt van a geszterédi szabja aranyszerelékes rekonstrukciója, amelyben elég aktívan közreműködtem, akkor bemutatkozhassak a legszebb eddig talált honfoglaláskori ötvös tárgyakon fellelt minták alapján tervezett ékszerkollekció első darabjaival. Ezek közül van olyan egy fülbevaló pár és egy medál, amely kifejezetten a geszterédi szabja markolatgombjának bizonyos ornamentikája, ornamensei alapján készült.
illetve van olyan, ami tarsoly lemezikletet, van olyan, ami egy másik szabjás sírnak egy íteges borító veretének egy részlete ékszerként átültetve. Kifejezett célom ezzel az ékszer kollekcióval, hogy ezeket a szemedgyönyörködtető régészeti darabokat az egyik legdicsőbb történelmi korszakunkból a ma embere számára közelebb hozzam és viselhetővé tegyem, és mindezt úgy, hogy azokat az eszenciális értékeket, értem azt a nagyon kiforrott ornamentális rajzi szerkesztési rendszert, amelyen belül ezeket a mintákat megfogalmazták, vagy magát ezt a mára szinte elfeledett készítéstechnikát, a cizellálást, hogy ez mind-mind visszaköszönjen és minél autentikusabban megjelenhessen úgy, hogy a ma embere számára, mint ékszer önmagában is értéket hordoz. Rendkívül furcsa most ebben a teremben állni, részint iszonyatosan megtisztelő, szinte ezek most így konkrétan nem látszik a zakóm alatt, de libabőrös lett a gondolattól is a kezem, mert én ide kis gyerekként csillogó szemekkel rengetegszer bejártam, hogy melyik falon, melyik vitrín volt, abban mi volt, melyikbe voltak honfogláskori tárgyak, hol volt az avari, mai napig becsukom a szemem és előttem van, és hogy most itt állhatok ebbe a terembe saját munkákkal bemutatkozni, ez egy leírhatatlanul jó érzés, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki abban közreműködött, hogy ez így létrejöhetett. A szekszárdi Vosinski Mór Múzeumban a Geszterétől Rakamazik című időszaki tárlatot, amely a honfoglalás idején élt magyar fejedelem aranyveretekkel díszített rekonstruált szabjáját és a hozzá kapcsolódó leletanyag másolatát mutatja be, mely november 17-éig tekinthető meg.